Szép. Szép, jó. Zajlik a mennyasszonyi ruha kiválasztása, a leginkább illő megtalálása itt sem mindig egyszerű feladat. Bár egyre több a nem hagyományos esküvő, a lányok-nők jelentős többsége még mindig a klasszikus, hófehér ruhában szereti leginkább kimondani a boldogító igent. A héten kiemelt figyelem irányul a házasságra, a házasulandókra, hiszen idén február 10-e és 17-e között zajlik a házasság hete, melynek célja felhívni a figyelmet a házasság fontosságára. A házasság hete Salgóterjen vezetése számára is fontos kezdeményezés, így ahogy tavaly, úgy idén is külön ajándékkal kedveskednek azoknak a pároknak, akik ezen a héten fogadnak örök hűséget egymásnak. A házasság hete Angliából indult ki közel 2 évtizede, és Magyarországon 2008-tól kerül megrendezésre, és néhány éve városunk Salgóterjen is csatlakozik. Salgóterjen önkormányzat egy kis meglepetéssel készül az ezen a héten házasulóknak, egy kis ajándékcsomagot adunk át. Az előző évben polgármester úr 5 házasuló párnak adott át ajándékcsomagot, ebben az évben 2 döntöttek úgy, hogy a házasság hetén kötnek házasságot. Engedjétek meg, hogy a házasság kötés hete alkalmából az ifjú párnak én akkor másodjára gratulálhassak, és hozhatnak, hogy boldog házasságot kívánok nektek. Nagyon szépen köszönjük. Gratulálok. Köszönjük. December óta megújult, elegáns környezetben mondhatják ki a párok a boldogító igen Salgótarjánban, hiszen a jelenlegi önkormányzat több évtizedes adósságot törlesztve felújította a Városháza házasságkötő termét. Mindez nem véletlen, hanem illeszkedik azoknak az intézkedéseknek a sorába, amelyekkel a fiatalok városban tartására törekszik az önkormányzat. Nagyon fontos, hogy minőségi szolgáltatások legyenek a városban, és jól érezzék magukat a városban a fiatalok, és ha házasságot kötnek, akkor azt méltó körülmények között tehessék meg. Az utóbbi évtizedekben nem nagyon történt felújítás itt a házasságkötő teremben, ezért azt gondoltuk, hogy az ifjú párok a házasságok első pár percét, első pár óráját méltó körülmények között tölthessék el, ezért döntöttünk amellett, hogy felújítjuk ezt a helyiséget. Teljes körű felújításon esett át a helyiség, ennek keretében álmennyezet került kiépítésre, a világítás cseréltük ki, illetve korszerűsítettük, illetve amint látszik a padlózat is teljesen megújult, illetve természetesen bútorok is beszerzésre kerültek, modern székek, illetve reméljük, hogy minél hamarabb meg fog érkezni egy nagyon modern szófa, ami a frissen házasulók rendelkezésére fog állni. A házasságok száma örömteli módon Salgótarjánban is évről évre növekszik. A házasságkötések száma az utóbbi években emelkedő tendenciát mutat, tehát ami 2014-ben 127 pár házasodott, addig 2017-re ez a szám már 190 volt, és hát nagyon reméljük, hogy tovább fog növekedni a szám. Egyre több salgótarjáni fiatal gondolja úgy, hogy itt helyben alapít családot, itt helyben vállal munkát, és itt helyben vállal gyermeket is.